A Sárospataki Vajmiklós szakképző iskolában idén 6 osztályban lagott el. A hagyományoknak megfelelően a diákok még egyszer végigjárták iskolájuk folyosóit, majd az udvaron sorakoztak fel. Itt köszöntötte a 95 végzőst dr. Téglás Zsolt igazgató. Az intézmény vezetője elmondta, bár a fiatalok most elhagyják az iskola falait, mégis mindig ide fognak majd tartozni. Nem volna ez az ünnep olyan szép, amilyen, ha csupán az érett fiatallá válás megragadható pillanatát ünnepelnénk a mai napon. Ezek a percek sok esemény zárását és megint más történések kezdetét jelentik. Tanítványaink utoljára állnak így együtt az iskola udvarán. Amint a bölcs emberek mondják, az élet olyan, mint egy malomkő. Vagy leőröl, vagy kicsiszol, azon múlik, milyen anyagból van az ember. E hatalmas malomba iskolánk tanulói nem a záróvizsgák kezdetével kerülnek bele, hanem évek óta csiszolódnak benne. Az igazgató szerint többek tudása kicsiszolódott annyira, hogy bátran belevághatnak az élet megpróbáltatásaiba. Az ünnepség részeként diáktársaik is elköszöntek a végzősöktől, majd Varhola Dániel köszönte meg a pedagógusok munkáját. Fiatalok vagyunk, lázadók, tetrekészek. Ha most kilépünk az ajtón, és utunkat siker koronázza, abban a törődésnek, a szeretetteljes tanításnak nagy része van. A hagyományoknak megfelelően a végzősök szalagot kötöttek az iskola zászlajára, majd az ünnepség zárásaként a kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményekért, valamint a közösségi munkáért jutalmat adtak át az arra érdemes végzős tanulóknak.